Bán tette haza végnek a labdát. Elég veszélyes adogatás Urbántól, aztán Mirjutától kerül tovább a labda. Eddig szép a Rába támadása. Tóttól még tovább, Csertői kapja meg, jó a továbbítás, Tóth lövi el a labdát, ott a gólhelyzet, és az utolsó pillanatban kivágják. Huszár. Grácsov indulhat, és jó is a labda Grácsovnak. Tempó előnyben Grácsov gólhelyzetben, és ellövi keresztbe a kapu előtt. Virág végzi el a bedobást a 19. percben, Csertői. Kena van mellett egyelőre, Csertői jól lövi el, és bizony erdélyi bravúrjára volt szükség. Ez nagyon szép eddig a BVSC részéről, a 20. percben járunk, Grácsov a labdával, gólhelyzet, Grácsov még közben nyúl a kapus, mindig ott van Grácsovnál, mit csinál vele? Belelövi a védőbe. A BVSC második perc, egyre kemény belépő volt ez, magához is rendeli Kuhl Kronert, jó messzire elhívja őt. Nehogy más odaférkőzhessen reklamálni, és kap egy piros lapot. 7. perc a második fél időben. Ott a gólhelyzet fölé. Grácsov, Borgulya, Jócsel, lassan lövő helyzet. Nagyon sokan vannak ott, a levágódó sem kerül BVSC játékoshoz. Fellazul közben a hazaiak védelme. Csak már réges-rég kellene adni, Mirjuta. Így jó lehet Szántónak a labda. Szántó viszi középen, el is lőheti, éppen hogy mellé. 36. perc, Csertői vissza Virágnak a labdát. Virág egyből be középre, gólhelyzet, új, mekkora lehetőség volt.